Az ifjúsági korosztályúak teljesítik éppen az úszásból, kerékpározásból és futásból álló pályát a triatlon utánpótlás országos bajnokság első napján. A fiúk mezőnye már a vízből kiszállva szétszakadt, aztán a depónál biciklire pattantak, és 12 kilométer letekerése után a rekordtán futópálya várt rájuk. A fiúk versenyét ebben a korosztályban Szűcs András nyerte. Elképesztő meleg volt, tehát ilyen 36-7 fok lehet körülbelül. Hát egy nehéz verseny volt, mert nagyon meleg volt, de a szervezők próbáltak minél több vizet és árnyékot biztosítani nekünk. 500 méter úszás, 12 km kerékpározás és 3 km futás. A futás gondolom a legjobb számomnak, és úgy értem, hogy bringán még egy kicsit kellene fejlődnöm. A lányok is elrajtoltak pár perccel a fiúk után. Elsőként András csapattársa, a Team Új Buda Ese versenyzője, Szalai Fanni ért a célba. Kicsit meleg van, meg kicsit fúj a szél, de nagyon-nagyon jó volt, nagyon jól éreztem magam, és mindent megtettem. 500 métert kellett úszni, 12 kilométer biciklizni, és 3 kilométert futni. Talán a futás még legjobban, és a biciklibe még illene egy-két dolgot fejleszteni, de először is jövőre is szeretném megőrizni a országos bajnoksági címemet, illetve szeretnék olimpiára kimenni, ahol majd meg is nyerni. A triatlon utánpótlás és váltó országos bajnokság és sprinttávú amatőr kupa két versenynapja alatt több mint 2000-en látogattak ki a Tüskésréti tóhoz. Hazánkban Pécs az egyik legnagyobb ütemben fejlődő triatlon műhely. Bicsák Bence a közelmúltban írt sportági történelmet a tokiói olimpián elért egyéni 7. helyezésével. Szombaton az első napon az utánpótlás országos bajnokság, és délután egy sprinttávú verseny, és vasárnap pedig a váltó országos bajnokság, ez a teljes korosztálynak egészen picitől az idősebbekig. Nagyon elégedettek vagyunk, a mai napon több mint 700 indulónk van, folyamatosan évről évre nő az induló létszám, és a színvonal az meg garantált tekintve, hogy országos bajnokság, tehát nagyon magas. Most mai napra egy jó szelet kaptunk északról, ez egy picit enyhít a dolgon, de amúgy amíg a pályát építettük az elmúlt 3 nap, az nagyon kemény volt. Mindenhova, ahova tudtunk, sátrakat raktunk, fölhívtuk az egyesületeknek a figyelmét arra, hogy hozzanak magukkal saját sátrat is, annál több árnyékot csinálunk, amennyit lehet, illetve az 1,2 km-es futópályán van egy párakapu, két frissítő állomás, egy poharas, egy szivacsos, és még a másik oldalon van még egy locsoló sátor, úgyhogy maximálisan megfelelünk az elvárásoknak. Ez a Tüskésréti helyszín, ez hibátlan, teljesen tökéletes ennek a versenynek a megrendezés. Talán nyugodtan mondhatom, hogy a legszebb környezet a ranglista versenyek sorozatából. Jó is, hogy ez az országos bajnokság, mert így a sorozat zárásaként ez egy nagy élmény a gyerekeknek. 2018-ban rendeztek először triatlon országos bajnokságot Tüskésréten. A szakma, a versenyzők és a nézők egyöntetű véleménye az volt, hogy jól debütált az új helyszín. A csípes rendszernek köszönhetően pedig azonnal lekövethetők voltak az eredmények is.